Most ebben a pár percben arról fogok nektek beszélni, hogy mire jó egy nos. Napjainkban már a háztartások nagy részében biztos, hogy található egy notebook, vagy egy asztali számítógép, vagy bármilyen más informatikai eszköz, amivel otthonról végzed a munkádat, esetleg a teendőidet, a hétköznapi dolgokat. Biztos, hogy találhatunk a háztartásban okos telefonokat, amivel fényképeket készítesz, videókat készítesz, és tárolod őket, meg rendszeresen mented, hogyha valamennyire tudatos felhasználó vagy. Plusz biztos, hogy található pendrive, amire másolgatsz és adatot hordozol, Biztos vagyok benne, hogy van egy külső merev lemezed, amire időnként rámásolod a fájaidat, mondjuk a képeket lemásolod a notebookra, és időnként a notebookodról lemásolod egy külső Winchesterre a képeidet, hogy biztonságban tud mondjuk a családi privát fotókat, videókat, mert azokat semmilyen megosztó oldalról nem tudod ismét letölteni, azokat el fogod veszíteni, hogyha valami baj történik valamelyik eszközöddel. Illetve lehet, hogy van még egy ilyen eszközöd, amit máshol tárolsz, hogy vigyázz az adataidra, de hát ugye ezzel a nagy probléma az, hogy Rádugott tévére, mondjuk filmeket akarsz róla nézni, lehet, hogy lemásod a képeket, augusztusban mind a kettőre, de lehet, hogy mondjuk augusztus után, a következő hónapban, vagy fél év múlva, vagy negyed múlva csak az egyikre másolt fel a képeidet, nem szinkronizálod, és erre mindig figyelned kell, hogyha nem akarsz adatot veszíteni. És ugye itt van mondjuk egy nagyobb külső merevlemez, amire szintén máshoz mindent, de nem tudod dátum szerint rendezni, és nem figyelsz oda tényleg arra, hogy szinkronban legyenek az adataid mentéskor. Mármint, hogyha ilyen felhasználó vagy, mert a felhasználók nagy része ma sem menti a digitális adatait, egyáltalán vagy felhőben tárolja vagy kétségbe esik, amikor megtelik a telefonja, és valahova a pendrive vagy valamilyen idegenes helyre, esetleg ismerős gépére másolgatják az adatokat. Igen, találkoztam már ilyen felhasználókkal, és utána csodálkoznak, hogyha eltűnik az értékes adat, ugye számára értékes, illetve felbecsülhetetlen adat. Vagy lehet a háztartásban okos tévé, androidos tévé, aminek a funkcióját szintén ki tudjuk váltani, esetleg egy nassal. Mert ugye most a nasról van szó, és leginkább az otthoni felhasználásról akarok nektek beszélni. És itt a nasnak a lényege, hogyha már idáig eljutottunk, mert hogyha esetleg egy nas mellett döntünk otthoni használatra, akkor elbúcsúzhatunk ettől, ami nem is olyan olcsó valójában. hogyha a boltokban megnézitek, elbúcsúzhatok ezektől. Jó, mondjuk egyet bekapnak, meg lehet hagyni a nasra is, de. De ez már egy másik történet, és elbúcsúzhatunk ezektől is, meg elbúcsúzhatunk ettől is. Minden ilyen dologtól elbúcsúzhatunk, marad a számítógépünk és marad a telefonunk vagy a telefonjaink, hiszen, hogyha ezen tárolunk adatokat, vagy dolgozunk dokumentumokkal, ezzel fotózunk, vagy videókat készítünk, mindent fel tudunk erre tölteni. És ráadásul nem is úgy kell feltöltenünk, ezt a, vagy elképzelnünk ezt a feltöltés, hogy nekünk kézzel mindig rendszerezni, vagy egyéb dolgokat kell csinálni, hiszen van backup funkció PC-re, van ö, alkalmazás okos eszközre, iOS-re, Android-ra, elérjük a fájlainkat bárhonnan, feltölthetjük a képeinket bárhonnan, bárhol megnézhetjük a családi videóinkat. Természetesen, hogyha a nasunk be van kapcsolva, és otthon van internet elérésünk, és van mobil internet elérésünk a telefonunkon, vagy akár vpn szervert tudunk csinálni, és VPN-en keresztül bármikor be tudunk jelentkezni, de nem csak VPN-en, hanem a Synology-nak az egyéb szolgáltatásain keresztül be tudunk jelentkezni számítógépünkkel is a nasunkra, és tudunk vele filmet letölteni, tudunk vele filmet nézni otthon a tévénkről, vagy akár a telefonunkról, bárhonnan, vagy akár a laptopunkról, bárhonnan. Úgyhogy igen, nagy vonalakban erre lenne jó egy nas otthoni használatra. Egy dolgot mindenféleképpen meg kell jegyeznek, hiszen nagyon sok ilyen eszköz ki tudtok vele váltani, de célszerű figyelni vásárláskor, hogy mit tud a nas, hiszen nem elég, hogy annyit tud, hogy belerakod a háttértárakat, otthon bekapcsolod, és akkor működni fog, ezt be kell üzemelni. Nagyon figyelni kell arra, hogy milyen szoftveres támogatottsága van, többek között gondolok arra, hogy van-e telefonos applikációja, számítógép alkalmazás, telepítés lehetőség, szóval milyen, milyen, lehetőségek vannak benne, milyen szoftveres támogatottság, ez mindenféleképpen egy fontos kritérium. Szóval ezt akartam nektek elmondani, hogy nem csak menteni tudtok és adatokat elérni, illetve dolgozni távolról egy ilyen hálózati adattárlón, hanem akár tudtok VPN-szervert csinálni, és saját webszervert, saját weboldalt tudtok rajta futtatni. A komolyabb eszközök, ami már ugye nem otthonra van, nem otthoni felhasználásra, hanem inkább ilyen office használatra, ott már esetleg virtualizációt tudtok rajta üzemeltetni. Úgyhogy rengeteg minden tud egy ilyen Nos, természetesen attól függ, hogy melyiket választjuk, meg hogy mik az igényeink. Szerintem nagyon jó pofad dolog, és hogyha az árára azt mondjátok egy, egy, egy ilyen esetben, hogy nagyon drága lenne, akkor gondoljatok bele, hogy nézzétek meg, hogy mondjuk egy ilyen három terrás külső merevlemez mennyibe kerül, megnézzétek meg, hogy mennyibe kerül egy nas, mondjuk amiben mondjuk még nincsenek merevlemezek, de de sokkal több minden tud. És tudjátok monitorozni, és tudjátok nézni azt, hogy, hogy esetleg veszélyben vannak-e az adataitok, vagy valamilyen hardware cserélni kell -e benne, van-e meghibásodás. Úgyhogy nagy vonalakban erre jó a NAS, a hálózati adattároló. Természetesen kommentekben kérdezzetek nyugodtan, én mondom, személy szerint a synology vagyok a legelégedettebb, legalábbis ezen a fronton, mind a szoftveres támogatottság és mind funkció terén számomra egyelőre a Synology a nyerő gyártó. Természetesen vannak még más alternatívák, de más alternatívákból talán még a qnap tudom nektek megemlíteni. Én Tomi voltam, sziasztok, remélem hasznos volt ez a pár perc. Sziasztok!